Napjainkban egyre több olyan törekvés tapasztalható, mely a fogyatékos személyek elfogadását és beilleszkedését igyekszik segíteni. Az integrált nevelés és oktatás szintén ezt a célt szolgálja. A Bárdi Gusztáv általános iskola tornacsarnokában megrendezett sportversenyeknek is ez a célja, hogy a fogyatékkal élő gyerekek tudásukkal, kitartásukkal bebizonyítsák ugyanolyan fontos részei a társadalomnak, mint egészséges társaik. A sporttalálkozóra Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből 7 csapat érkezett, akik az egésznapos program sorozat alatt összemérhetik tudásukat a pályán. Nagyon nagy figyelembe voltunk a férülés specifikusságra, és úgy állítottuk össze, hogy vannak egyéni versenyszámok, ezek a babzsákdobás, kosáradobás és hegyből távolugrás. Ugyanúgy kiküldtük ugye a nevezési lapokat, már eleve elküldték e-mailen, mi már azt jegyzőkönyvbe beírtuk, tehát itt beírtuk, és itt már ezzel nem kell foglalkozni. És a csapatverseny, amit nagyon-nagyon élveznek, nagyon-nagyon szeretnek, és lesz kötélhúzó verseny, lesz sorváltó verseny, és a bocsa, ami nagyon kedvelt. A Fogyatékosok Országos Diák Verseny és Szabadidősport Szövetségének és megyei szervezeteinek a célja, hogy az országos szinten mintegy 800 ezer fogyatékkal élő gyermek számára minél több sportolási lehetőséget nyújtsanak. Ezt már Lukás Tíme, a szövetség kommunikációs igazgatója mondta. Hozzátette, az egészséges és fogyatékkal élőknek több személyes találkozóra van szükségük az elfogadáshoz, de jó úton haladnak. Sokrétű a tevékenység, ugye benne van a diák, a szabadidősport és a versenysport is most már a szövetség nevébe, és ez a három tevékenységi kör. A lényeg, ahogy mondtam, hogy minél többen kezdjenek el sportolni, mert azt gondoljuk, hogy különösen azok között, akik valamilyen sérültséggel élik az életüket, különös hívószó lehet az, hogy ők bekapcsolódnak a sportvilágába, kinyitja egy kicsit a világukat, kapcsolatokat tudnak teremteni, célokat kapnak, egy kicsit szint vissza az életükbe az, hogy nem a hétköznapokban élnek, hanem vannak olyan sportolási céljaik, amiben ők is eredményt tudnak elérni, és bizony a dobogó legfelső fokára is eljuthatnak, sőt a legkiválóbbak, hiszen ezért lett a Versenysportszövetség is most már benne a szövetség munkájában, akár paralimpiai bajnokok is lehetnek. Az eddigi sportrendezvények visszajelzései alapján a gyerekek nem vágynak nagy díjakra, sem sporteszközökre. Számukra a legfontosabb a részvétel, és persze a részvételért járó érmek.